Maradjuk a béreknél, még itt cseng a fülemben a magyarázkodás, hogy azért kellett emelni a képviselői fizetéseket, mert az országban már mindenki jól keres, csak ők maradtak ki, mármint a képviselők. Ám de Dél-Kelet-Magyarországon pont az a helyzet, hogy mi, mármint magyarok járunk át munkáért Romániába, nem azért, mert itt nincsen, mármint munka, hanem azért, mert ott jobb fizetést kapnak. Budapestről elindultunk a román határ felé, először Gyulára, aztán Elekre, majd Lőkösházára. Ezekről a településekről ugyanis tömegével járnak át a határ másik oldalára, Romániába dolgozni az emberek. Régebben, amikor itt laktam a környéken, arra emlékszem, hogy raklapszára vitték nálunk a boltból. Azt hiszem, akkor is a helyi a mindenféle termékeket, amik voltak. Most pedig mi megyünk ki, csak nem termékekért, hanem pénzért, mert megéri. Nem tudnak annyi órabért adni, nem tudnak annyi fizetést adni, mint amit Romániában megadnak. Ha túlórázik, akkor meg még több a pénz. Tehát azt mondom, hogy van előnye is, van hátránya is. Közmunkából élnek itt a 60%-a az embereknek, hát egyértelműen oda mennek, ahol pénz van. Az ismeretségi körömből is néhány személy tudok, aki kijár Romániába dolgozni különböző gyárakba. A buszok innen viszik őket, különböző közeli településekről is viszik, minden nap látjuk a buszokat. Ez az a kis busz, ami a környéken reggelente felszedi, majd este kirakja a munkásokat. Az utazásért nem kell fizetniük semmit, ugyanis a temesvári kábelgyár állja ezeket a költségeket is. Sőt, a munkások azt mesélték, a sofőr maga a főnökük. Háztól házig viszik őket, még a busz megállóig sem kell kimenniük a munkavállalóknak. Ki volt itt a sarkodon téve, hirdetve volt. És felhívtam a telefonszámon, összegyűlt a csapat, és úgy indultunk el. Hányan? Na, járunk nagyon sokan, 50-60-an mindig. Megjönnek mindig újak, vannak felvételek, lehet jelentkezni mindig. Bálint is egyike azoknak, akik ezzel a kis busszal érkeztek haza. Minden nap hajnali 4-kor indul dolgozni, majd délután 4 körül ér haza, ide Sarkadra. Mióta jársz ki Romániába dolgozni? Egy fél éve, körül éve. Uh-huh. Jó pár hónapja. És mit csinálsz kint? Ilyen gyár. Gyár. Kábelgyár, igen. Aha. És ott mit kell csinálnod? Kábeleket? Ilyen kábeleket, vannak ilyen különleges stációk, zsinórokat fűzögélni, konnektorokat, stb. Itt előtte mit csináltál? Közmunka, szentes, ilyesmi. Aha. És mennyit tudtál itt megkeresni az? Itt kevés. 60-70 ezer forintja. És itt kint mennyit? Dupla és simán. 150 körül. 150 ezret lehet kint megkeresni túlóra nélkül. Ha valaki bevállalja a túlórát, az további nettó 1000 forinttal növeli a bérét óránként. Tehát ha naponta mondjuk csak 2 túlórát vállal mondjuk Bálint, akkor az már havi 40 ezer forint pluszt jelent, összességében pedig majdnem 200 ezer forint nettó fizetést. Tulajdonképpen Romániának most valamennyire elkezdett felfelé lendülni a gazdasága, az hozta magával a magasabb fizetéseket, és nálunk pedig nem változott semmi. Eddig ők jöttek Magyarországra dolgozni, hát ahogy én láttam, eddig. Most meg már ezért mi megyünk majd lassan oda hozzájuk, hogy munkát kapjunk. Kevés is a munkahely, és ami van meglévő munkahelyek, azok pedig nem tudják megfizetni azt a pénzt, amit kint meg tudnak adni a munkásoknak. Szigeteltem kábelt is, de viszont pakoltam is kábelt, vagy ellenőriztem kábelt. Nagyon könnyű a munka kint, a románok nagyon kedvesek,
ott a embert nem rúgják ki, mert olyan kevés az ember. Tehát ott az emberért szinte ölnek. Ádámék éppen Magyarországon dolgoznak, napi 10-12 órában összesen 60 ezer forintért. A környéken más lehetőség nem igazán van, főleg azóta, amióta Sarkadon bezárták a cukorgyárat, és a TS is tönkrement. De ipari munkából nem csak Sarkadon, hanem a környező települések zömében is hiány van. Nem csoda tehát, hogy a pár száz forintos közmunkás órabér helyett inkább a pár órás utazást és a háromszoros fizetést választják az itt élők. 4 hónapot dolgoztam kint, és azt vettem észre, hogy aki kiment oda magyar, sokkal jobban érezte magát, mert a munka morálisabb volt, a munka helyisabb volt, maga a munka kedvisabb volt. Mert itt például itt elekedik a faluba, van kb. 4-5 lehetőség, ahol lehet dolgozni, mehetünk ki a disznóterepre, gályázni 12 óra hosszát, 60-70 ezer forintért. Az pont arra elég, hogy ne hagyjak ilyen én, mint magán ember, egyedülálló ember. Kint Romániában 140-150 ezer forintot keresett havonta, de mivel rengeteget kellett utazni, emiatt pedig az itthoni családi teendőket nem tudta ellátni, ezért nem tudta tovább vállalni a kinti munkát. Ültem, akkor mehettem ki, amikor akartam, akkor ehettem, amikor akartam. Nem piszkáltak, nem vertek ostorra, hogy dolgozzál még többet, mert kell a munka. Sokkal jobb volt, sokkal jobb volt. Én azért jöttem haza, mert már a vége fele már 6-7 óraszal volt, mire hazajöttem. Tehát én délelőttös, délutános éjszakás voltam. A délelőtt úgy nézett ki, reggel 3-kor felkeltem, megintéztem a kis ügyesbolos dolgaimat, 4-kor indult a busz a Muxmegállóból, és hazajöttünk délután 5:30. De volt, hogy azért este 8-ra, mert ugye a busz az ott állt a határon. Most egyelőre marad a segédmunka a helyi hivatalnál, ahogyan Pálnak is. Az itt élők azt mondják, már csak azok maradnak itt, akiknek az egészségük vagy a családi hátterük nem engedi, hogy kimenjenek. Ha most mondjuk a munkáinkat nézzük, hogy a hivatalnál, mint éppen ami segédmunkás, én 54-et keresek. Uh-huh. Tehát az, ők meg túlóra nélkül megkeresik a 140-150 körül, uh-huh. túlóra nélkül. Hát ez a triplája. Hát hogyne. Tehát azt mondom, hát attól fúj is, hogy ki hol tud elhelyezkedni, én azt mondom. Mindenki fejében él egy kép a román vendégmunkásokról. Eddig ugyanis valóban ők jöttek százával hozzánk dolgozni, nem pedig mi hozzájuk. Mostanra azonban sokkal inkább az a helyzet, hogy magyar napszámosokról beszélgetünk Romániában, nem pedig román napszámosokról itthon. Hát van, én is gondolkoztam rajta, uh-huh. hogy kimegyek. Az igazság, hogy én is próbálkoztam, már máshol is beadtam a pár önéletrajzot, de hát onnan még nem értesítettek vissza. Úgyhogy sajnos még marad ez egyelőre itten a hivatalnál. A magyar mezőgazdaságban már most sincs ember, aki leszedje mondjuk a dinnyét. Ha pedig még a maradék munkaerő is máshol vállal munkát, akkor ennek beláthatatlan következményei lehetnek. 650 forintért azok maradnak itt, akik esetleg idősebbek, vagy nem olyan bevállalósak, hogy na elmenjenek, azok maradnak itt, az a pár ember, és a többi meg elmegy. Meséli Margit, aki minden nap hajnali 3-kor kell azért, hogy ki tudja szolgálni azokat az embereket, akik elindulnak dolgozni a román oldalra. Ha ugyanis nem nyitnak ki ilyen korán, akkor elesne szinte az összes bevételétől, mert mint mondja, szinte mindenki kijár dolgozni, így nagyjából nekik tartja fent a kisboltot. Ők pedig hajnalban és este vásárolnak. A minimál bért adják mindenhol meg. Ez ugye most, ami szakmunkásról beszélünk, akkor nettóba 120 ezer forint, amit készhez kapnak. Hogyha meg fóliába járnak dolgozni, 650 forintos órabérbe dolgoznak az emberek. És hogyha kimennek Romániába, ott mennyit tudnak megkeresni, mondjuk a ilyen gyárakba vagy valahol dolgoznak? Hát 200 és 200 fölött megkeresik. Bevallom, eléggé szkeptikusan indultam neki a mai napnak. Nem gondoltam volna ugyanis, hogy valóban tömegesen járnak át dolgozni Magyarországról Romániába. Abba az országba, amiről mindig is úgy gondoltuk, hogy rosszabb gazdasági helyzetben vannak. De ma annyi emberrel beszéltem, hogy megbizonyosodhattam arról, hogy hát ez valóban így van. Ha ez a tendencia pedig tovább folytatódik, akkor Magyarországon egyre tovább növekedhet a munkaerőhiány. A heti naplóban Török Réka riportját látták.